Vészesen közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje. A NAV munkatársai csak Tolna megyében több mint 80 ezer adózónak készítik el a bevallás tervezetét. Így a munkaviszonnyal rendelkező magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak és a mezőgazdasági őstermelőknek sem kell ezzel külön foglalkozniuk. A magánszemélyeknek és azoknak a tavaly egész évben katás vagy evás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt főállásuk és kaptak munkabért, eszi a köteles bért, a személyi jövedelemadó bevallási tervezetük május 20-án akkor is automatikusan bevallássá válik, hogyha nem nyújtanak be önállóan eszi a bevallást. Ez az automatizmus azonban nem érvényes a főállású egyéni vállalkozókra, áfás magánszemélyekre és mezőgazdasági őstermelőkre, mert nekik mindenképpen továbbra is önállóan kell eszi a bevallást benyújtaniuk, aminek az elkészítését nagy mértékben megkönnyíti a NAV által készített bevallási tervezet, amely a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokat tartalmazza. Vagyis a katás egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek február 25-ig kell elküldeniük a NAV-hoz a bevételeiket igazoló dokumentumot, hogy azzal a szakemberek el tudják készíteni a bevallás tervezetet. A munkaviszonnyal rendelkezőknek viszont nincs egyelőre teendőjük. Az egyéni vállalkozók, az áfás magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők a NAV által elkészített bevallási tervezet megtekintését és kiegészítését, mégpedig ugye a vállalkozói őstermelői jövedelmi adatokkal történő kiegészítését, illetve a nem kifizetőktől, munkáltatóktól származó jövedelmi adatokkal történő kiegészítését és mentését követően tudják a bevallást elküldeni elektronikusan a webes kitöltő felületen. Az adóhatóság szakemberei ezután minden érintettnek elkészítik a bevallás tervezetét, amiket aztán március 15-től a NAV internetes kitöltő felületén lehet ellenőrizni. Akiknek nincs ügyfélkapujuk, azok március 16-áig kérhetik a tervezett postázását az adóhivataltól többféle módon. A lényeg az, hogy az adóazonosító jelet és a születési dátumot mindig meg kell adni. A következőképpen lehet kérni a tervezett postázását SMS-ben a 0630344-4304-es telefonszámon. Itt fontos az SMS-nek a felépítése. Nagybetűkkel SZIA, szóköz, adóazonosítója, szóköz és a születési dátum év, hónap, nap, pontok nélkül. A postázást lehet még kérni a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon, kötetlen formátumú levélben, telefonon a 1819-es hívószámon és személyesen az ügyfélszolgálatokon. A már elkészült és végleges személyi jövedelemadó bevallások határideje pedig mindenkinek egységesen május 20-a, és eddig az időpontig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Fontos, hogy a rendelkező nyilatkozatoknak május 20-áig be kell érkezniük az adóhivatalhoz, mert ez a határidő jogvesztő. Tehát eddig lehet felajánlani egy civil szervezet és egy vallási közösség, vagy pedig a Nemzeti Tehetségprogram részére, illetve a tavalyi egyházi rendelkezések felajánlások is eddig az időpontig módosíthatók vagy vonhatók vissza. A katás egyéni vállalkozók egyébként az idei évtől már az úgynevezett online nyomtatványkitöltő alkalmazással is elküldhetik a NAV-nak, hogy milyen bevételeik voltak tavaly. Így egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés, sőt még külön program sem kell hozzá. A katások jelentős része mindössze 3 adat megadásával online teljesítheti a tavalyi évről szóló elszámolást. A webes alkalmazás használatához nincs szükség külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyomtatványkitöltő az ANK valamennyi funkcióját biztosítja. Az adóhatóság szakemberei pedig nem csak az ügyfélszolgálati irodákon várják az érdeklődő ügyfeleket, hanem akár online is meg lehet ismerni minden fontos információt. A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az 1+1%-ról már minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján. Érdemes tehát figyelni a határidőket, a következő, ahogy már elhangzott, február 25-e lesz.